kézműves termékek, amik itt láthatók. Minden egyes darabban egy szellemi termék található, amelyet az én kézi munkám is tulajdonképpen díszítés hozzáadott értékként működik. Nem igazán divatot, hanem inkább stílus szeretnék teremteni ezekkel a ruhákkal. Hála Istennek most már egyre többen vagyunk, akik felismertük azt, hogy a régmúltból lehet táplálkozni úgy formavilágban, mint egyrészt díszítő elemek tekintetében. Én az Árpád korhoz nyúltam vissza, egészen azokig a palmettás ornamentikákig, és mint egy tényleg védjegyként használom ruháimon. Minden egyes ruhám megjelenik egy kis hímzésben, egy kis jelenléte ott van, és azt látom, hogy ahogy a kalocsai motívum elterjedt, hasonlóképpen a népművészetet, a népi ihletésű dolgokat újra fel lehet eleveníteni, leporolni, és új formában, korszerűen felhasználni. Magyar Nemzeti Múzeumnak 1996-ban volt egy gyűjteményes kiállítása a honfoglaláskori kincsekből, és ezt az albumot lapozgatva itt találkoztam vele először, és akkor jött a nagy gondolatom, hogy akkor ezt csináljuk, és elkezdtem pólókra, egyszerűbb ruhadarabokra először felhasználni, de az összes itt látható grafika, amik a falon vannak, ez mind az én gyűjtésemből díszítő elemekként funkcionálnak, és ezeket próbáltam újra gondolni, szétszedni azokat az indákat, motivumokat, és másképp felhasználni. A szezonnak az egyik jellegzetessége mind a téli, mind a tavaszi, mind a következő nyárnak a katonás vagy a matróz. Tehát itt felhívjuk a figyelmet arra a tűzésre, a nagyon sok fémgombra, és hát a karcsúsított szabásra. Ha már a katonásnál tartunk, akkor ez a huszáros darab, amit úgy írtam át, hogy a sújtásokat cipzárokkal helyettesítettem, és ezáltal egy ilyen vagány viselet lett belőle, ami szintén ugye, mint huszár, az már egy régi tradíció, és egy kicsit korszerűsítve. Tegyél valami olyan vállalás, felajánlás, ami valamiről mondjál le, ami által lelkileg megtisztulsz, megigazulsz, és amikor eljön a tavasz, a természet is feltámad, és az isteni feltámadás is megtörténik, akkor ezzel az áldozattal, ezáltal megtisztulva lépsz bele egy új korszakba, egy új világkorszakba, jön el a tavasz, a nyár. Ezek nagyon szép, nagyon tiszta, nagyon értékes ritusok, és hát ebben az átmenetben, amikor azért mi nem vagyunk se nem bűnösök, se nem bűnözők, nem büntetésben vagyunk, csak el kell tudnunk viselnünk a februárt. Lényegileg erről van szó. Ebben az időszakban azért miközben az ember valamilyen értelemben dolgokról lemond. Mi elmondhatom itt a tévénnyilvánosságát, hogy a csokiról, a tortáról, a süteményről 40 napig lemondtunk, nem fogyasztunk alkoholt, kivéve vasárnap egy pohár sört vagy egy pohár bort, mert azt mondtuk, hogy valóban kell valami, egy pár felesleges kilót talán ezáltal sikerül nekünk is leadni, de ez nem jelenti azt, hogy az embernek keseregnie kell, hanem éppen ellenkezőleg valamit valamiért, amit itt elvesztettem, szeretném megnyerni valahol máshol. Hát most kívánok a jelenlévőknek kellemes szórakozást, hogy a divat, a tradicionális divat szépségeiben gyönyörködve könnyen felejtsük el a csokit, a sütit és a fél deci pálinkát. Próbálom szem előtt tartani a tervezéskor azt, hogy vagy alapanyagban, vagy fazonban, vagy valamiféle összhatás meg legyen a férfi és a nő között, amikor megjelenik ugye egy öltözékben, és ezért nagyon sok anyag egyezőséget is lehet találni, és akkor most egy érdekes kombinációt látunk, de nagyon jó. Ugye a blazer ugyanaz, az alapanyaga, a bársony megoldása a gallérón ugyanaz, de mégis a férfi és nő. Én azt hiszem, ez egy kortalan divat, hiszen nem szezonális, mert ha egy szép öltözéket megtervezünk, és
előállítunk, akkor ezzel egy év múlva, kettő, vagy akár több év múlva sem vallhatunk szégyent, hiszen az anyag minősége, ami elsősorban azt hiszem a legeslegfontosabb, tehát egy jó minőségű anyag, ahogy régen sem ment ki a divatból, úgy ma sem, és azt hiszem, hogy időtállóak ezek a modellek, a fazonok is. Tehát bátran lehet ezeket a fazonokat, amiket gyakorlatilag a női és a férfi testre alakítunk, ezeket ugyanúgy lehet hordani máskor is. Amikor ezelőtt 8 évvel megnyitottam a szalonomat, még egy kisebb kis szalonban indultam, akkor a barátaim néztek rám, hogy most te ebből akarsz megélni? Hát akkor bizony olyan vevőim voltak, akik nagyon szerettek volna valami mást, de hogy csak egy olyan kis nüansznyi eltérés legyen, ne lehessen látni. Most már elvárás az, hogy legyen valami takács jellegzetessége, ha mondhatom így, és azt hiszem, hogy tényleg a reneszánsz az most fog jönni, hiszen amennyire Európa próbál minket egy globalizációs világba belegyömöszölni, mi a nemzeti értékeinkkel most kell, hogy újra magunkévá tegyük ezt az országot. A szlogenem a korszerű viselet, ez azt jelenti, hogy minden, egyrészt a régi anyagok korszerűsítése, másrészt pedig, hogy minden típusú öltözéken megjelenhessenek ezek az elemek, és a fiataltól az idős korosztályig, tehát mindenkinek jó szívvel ajánlom. Leginkább én az áttörést a hétköznapi öltözködésben gondolom, hogy a kicsit trendiesült öltözködésünket egy kicsit más stílussal lehet érdekessé tenni. Viszont én nekem, hogy is mondjam, egy küldetésnek érzem azt, hogy bátorítsak mindenkit arra, hogy vállalja önmagát, vállalja a testalkatát, bármilyen alacsony, magas, tehát bármilyen, ami nem az alap elvárásoknak megfelelő, lehet csinosan öltözni, lehet jól kinézni, csak bátran kell vele bánni.